Nincs még egy olyan hely a Földön, mint a Hawaii-szigetek. A friss levegő megtölt energiával, a meleg, békés víz felfrissít, a lélegzet elállító természet pedig fenséges látványt nyújt. Tartsanak velünk és fedezzük fel együtt ezt a csendes óceáni paradicsomot. A szépség nyomában. Szépség nyomában. Bikini túra. Köszöntöm Önöket a mesés Hawaii-szigeteken, ezen a hagyományokban gazdag, érintetlen természetben és aloha szellemben gazdag vidéken. Lisa Glee vagyok. Tartsanak velem és fedezzük fel együtt a nagy szigetet. A mai epizódban ellátogatunk Konába, amely a nagy szigeten található. A sziget a természet erejének megtestesítője. Ez a legfiatalabb és egyben a legnagyobb sziget is a Hawaii láncolatban, és folyamatosan növekszik. Ez a csendes óceáni paradicsom ad otthont a világ egyik legaktívabb tűzhányójának, a Kilauea-nak, és a legmagasabb tengeri hegynek, a Mauna Kea-nak. A partmenti vizek tiszták, itt tökéletesen láthatók a zöld tengeri teknősök, az egzotikus halak és más tengeri élőlények, valamint ideális a búvárkodáshoz is. A konai partszakasz a végsőkig Hawaii, és a turizmus világméretű befolyása ellenére is sikerült megőrizni az örökségeit, így például a polinéziai báján. Habár Hawaii gazdag napsütésben, homokos tengerpartokban és szörfözésre alkalmas hullámokban, Kona ennél sokkal többet kínál. Tartsanak kalandvágyó modelljeinkkel, miközben felfedezik Konát és Hawaii varázslatosságát. Az első modellünk a kanadai Montrealból érkezett. Ismerjék meg Kalin Olsent! Hi, I'm Kalin Olsen vagyok, Kanadából, Montrealból. Már körülbelül 15 éve modellkedem. Elég fiatalon kezdtem, és még most is lelkesen dolgozom. Még nem jött el az ideje, hogy abba hagyjam. Szerintem én egy kalandvágyó lány vagyok. Szeretem feszegetni a határaimat. Mindig hajszolom az új, izgalmas dolgokat, de ugyanakkor szeretem a nyugalmat is. Néhányan úgy gondolják, hogy egy kicsit szégyellős is vagyok, de nem is tudom, amikor pózolok, sose érzem azt, hogy szégyellős lennék. Ez már a harmadik alkalom, hogy a bikini túrával, és hogy Casey Bennettel dolgozom együtt. Egy élmény vele a munka, mert egy igazi profi, és nagyon érti a dolgát. Szerintem egy igazi zseni a kamera mögött. Van szeme a művészethez, a fényképezéshez, és kitűnő rendező. Remekül instruálja a modelleket. Örülök, hogy itt lehetek, és neki pózolhatok. Az elmúlt 12-15 évben már többször is dolgoztam Kalinnal. Tökéletes a fotózáshoz. A szeme az, amitől mindig lázba jövök. Gyönyörű kék szeme van, amihez sötét haj párosul. Csodálatos lány. Az első napon a tengerparton forgattunk. Először egy régi épület ablakában pózolt, ami nagyon jól nézett ki. Aztán kenura szállt, és megint készítettünk róla néhány őrületes fotót. Néha nem olyan könnyű a fotózás. Ma például a láva előtt pózoltunk. Egy sziklán álltunk, és más saját a fejünkben, csak az, hogy mi lesz, ha leesünk.
De ott a fényképész, aki dirigál minket, meg ott vannak a megvilágítással foglalkozó srácok is. Keményen meg kell dolgoznia mindenkinek a színfalak mögött, hogy a végeredmény szép legyen. Nagyon sokat kellett gyalogolnunk a forróságban. A felszerelés is nehéz volt, és a lávasziklák is nagyon kényelmetlenek voltak, amelyeken ültünk. De nem bántam meg, mert a végeredmény olyan szép lett, hogy az minden fájdalmat és fáradozást megér. Nagyon izgulok. A kedvenc programom az Itt létünk alatt az volt, amikor helikopterre szálltunk. Mindenképp szerettem volna kipróbálni egyszer, és Casey-nek hála valóra vált az álmom. Felszállás után vízeséseket kerestünk, és találtunk is néhány mesés zuhatagot. Életemben nem láttam még ilyen lélegzetelállítóan gyönyörű látványt. Persze az ember lát ilyeneket a tévében, meg a filmekben, de teljesen más, amikor tényleg ott van. Imádom Hawaii-t! Hello, a nevem Rachel Burstein, és Chicagóból jöttem. Most vagyok először Konában. Csodálatos hely, és remekül érzem magam a szigeten. Nekem a modellkedés az igazi szenvedélyem, de nagyon kreatív is vagyok. Szép művészeti diplomám van, grafikus tervezői szakon végeztem, de úgy döntöttem, hogy nem akarom egy számítógép előtt tölteni a fiatalságomat. Inkább bejárnám a világot, amihez a modellkedés kitűnő lehetőséget nyújt. De ettől függetlenül szükségem van arra, hogy valami művészit csináljak valamilyen formában. Így végül a sminkelés mellett döntöttem. Az eddigi karrierem során leginkább katalógusoknak pózoltam. De a bikini túra megnyitotta számomra az utat a kamerák előtti pózoláshoz, amit azelőtt még sohasem próbáltam. Csak végig kell gondolnod, hogy mi az, amit szexinek és természetesnek tartasz. Mindenki szeret Casey Bennettel dolgozni, és ennek rengeteg oka van. Először is ő egy csodálatos ember, egy igazi tünemény, és nagyon könnyű vele a munka. Remekül kommunikál, és jól érzed magad a társaságában. Továbbá ő egy írtó szórakoztató pasi, aki fogja a szép lányokat, és elviszi őket egzotikus helyekre, ahol mindenféle új dolgokat kipróbálhatnak és megtapasztalhatnak. Hálásak vagyunk, mert felejthetetlen élményekben van részünk, neki köszönhetően. Rachel már akkor tudta, hogy kell mozogni, amikor először együtt dolgoztunk. Ő még egy parkolóban is jól néz neki. Az ő szépsége és a tengerpart a naplementében egyszerűen páratlan látványt nyújt. Szerintem egy nagyon érdekes epizódot forgatunk. Rengeteg helyen pózoltunk, lávaszikláktól kezdve vízeséseken át, egészen az óceánig. Csodálatos volt a kontraszt a változatos helyszínek és a különböző modellek között. Itt minden gyönyörű, úgyhogy nem is lehet rossz képeket készíteni. Készen álltok, lányok? Igen. Igen! Megnézzük az itt élő delfineket. De klassz! Ott vannak! Nézzétek! Azt a...
Szép csendben bemegyünk a vízbe, és hagyjuk, hogy a közelünkbe jöjjenek. Aztán pedig megpróbáljuk utánozni őket. Nem úszunk oda hozzájuk, mert az túl agresszív lenne. Hagyjuk, hogy ők jöjjenek ide, és aztán abba az irányba megyünk, amerre ők is. Néha előfordul, hogy elkezdenek bohóckodni. Össze-vissza úszkálnak, forognak, meg produkálják magukat. Ilyenkor magam mellé szorítom a karjaimat, és csatlakozom hozzájuk. Egy csónakkal elmentünk oda, ahol vadon élő delfineket lehet látni. Persze az ember bármikor megnézheti a beidomított delfineket az állatkertben, de teljesen más élmény, ha a saját természetes környezetükben látja őket. Ott úszkáltak a hajó mellett, némelyik még ki is ugrott a vízből. Ezek trópusi delfinek, amelyek ugrálnak és forognak. Olyan 20 vagy 30 volt belőlük. Mindenfelé delfinrajokat láttunk, hihetetlen volt. A delfineket mindenki szereti. A Bikini Túra forgatása közben közölték, hogy elmegyünk delfinekkel úszni. Kihajóztunk az óceánra, és beugrottunk a vízbe. Az elején nagyon megijedtem, mert én nem vagyok valami sportos alkat. És az is ijesztő volt, hogy milyen közel jöttek a hajóhoz a delfinek. Nagyon szépek voltak, úgyhogy úgy döntöttem, felveszem a búvármaszkom, és beugrom közéjük. Nagyon klassz volt, hogy ilyen közel lehetünk hozzájuk. Alig voltunk egy pár méterre felettük. Talán olyan 20-an lehettek alattam. Nagyon izgatott voltam, hogy végre nem egy medencében, nem egy elzárt térben látom őket, hanem a szabadban. Egyszer már kipróbáltam az evező szörfözést Kaliforniában. Elég megpróbáltató volt kijutni a nyílt óceánra. Egy kicsit keményebb volt, mint otthon a csatornáknál, de nagyon tetszett a hangulata. Sokkal közelebb éreztem magam a vízhez. Teljesen máshogy látod a dolgokat, mint amikor csónakon vagy, vagy búvárkodsz. Sokkal jobban megmozgat, mint ahogy azt az emberek hiszik, mert egy billegő felületen állsz, és a tested folyamatosan mozog és egyensúlyoz. A kenuzás nagyon klassz volt, még sose próbáltam, de Hawaii-n nagy kultusza van. Egy igazi csapatsport. A csónak csodálatos volt. Egy hatalmas fa csónak, és sokkal gyorsabb volt, mint ahogy azt vártam. Szeretem a vízisportokat, úgyhogy remekül éreztem magam. Mindenképp ki kell próbálniuk, mert ez a Hawaii kultúra része. Ismerkedjünk meg egy újabb bikini túra modellel, Jackie Dawn-nal. A nevem Jackie Dawn, és Kaliforniából jöttem. Az emberek mind azt hiszik, hogy én egy bulizós lány vagyok, aki szeret a figyelem középpontjában lenni. De mi azt illeti, elég félénk vagyok. Egy kicsit otthonülős típus vagyok. Szeretek olvasni, szeretem a zenét, és szeretek írni is. Én beérem azzal is, ha csak megfigyelem az embereket. Nem akarok kitűnni. Amikor először találkoztam Casey-vel, tudtam, hogy ő csinálja a bikini túrát, de azt nem tudtam, hogy mindent ő filmez. Ő a műsor mozgatórugója. Nem olyan, mint mások, akik csak ülnek a szállodában és hagyják, hogy a többiek végezzék a munkát. Most dolgoztam először Jackie-vel. Úgy néz ki, mintha helybéli lenne, úgyhogy tökéletes volt a műsorhoz. A hosszú hajával és az arcával pont olyan, mintha Hawaii-n született volna. Remek képeket készítettünk róla. Helikopterrel körberepültük a szigetet. Láttunk néhány hatalmas vízesést is. Hihetetlen volt. Elképesztően nagyok voltak. Aztán Casey azt mondta, hogy készítünk néhány felvételt az egyiknél, úgyhogy leszállunk egy mezőn, majd 15 perc séta után elértünk a vízeséshez, ahol pózolnunk kell.
őrület. Őrületes volt, mintha egy filmben lettünk volna. Először ott álltunk egy mezőn, aztán néhány percnyi séta után elénk tárult egy lélegzetelállító látvány. A műsorból leginkább arra fogok emlékezni, hogy rengeteg különböző emberrel megismerkedtem, akik csodálatos dolgokat csinálnak. Vannak, akik a víz alatt mindenféle elképesztő állatokkal úsznak együtt, például rájákkal. Mindig készek belevetni magukat a kalandokba, és csodálom őket, mert mindennel megbirkóznak, ami az útjukba kerül. Legyen szó láváról, magas szirtekről, vagy a mélytengerről. Nem ismernek félelmet. Ez fincsi lesz. Csinos sellő lennél. Készen álltok, lányok? Indulhatunk. Az egyik éjjel elmentünk búvárkodni. Ez volt az első alkalom, hogy rájákkal úsztam, és szavakkal nem lehet kifejezni, hogy milyen fantasztikus volt. Először leúsztunk jó mélyre, aztán vártuk, hogy jöjjenek. Be kell világítani a tengerfenéket, ami oda vonzza a planktonokat, és miattuk jönnek oda a ráják. Állítólag akár 4-5 méter szélesre is megnőhetnek. Azok, amelyikek odajöttek hozzánk, olyan 4 méteresek voltak. A vezetőnk többször is mondta, hogy lehet, hogy közel jönnek majd, és esetleg bekapják a hajunkat, és néha már tényleg nyugtalanítóan közel merészkedtek. Kálin volt mellettem, és fogta a kezemet, egy párszor elég közel úsztak hozzánk, és hatalmasan nyitották a szájukat. Láttuk, hogy nem fognak odébb menni, mi pedig már térdepeltünk. Végül aztán ilyen mátrixos mozdulatokkal egymás kezét fogva hátrébb úsztunk, mert a maszkunk már hozzájuk ért. Elsöpő élmény volt, de egyben elképesztő is. Konában legendásan híres az éjszakai búvárkodás a rájákkal. A világ minden tájáról érkeznek emberek, hogy megcsodálhassák a rájákat, és ehhez foghatót sehol sem látni. Páratlan élmény, amikor lent vagy az óceán mélyén az éjszaka közepén, a kezedben egy zseblámpával, és a ráják elúsznak melletted. Nagyon izgalmas volt. Nagyon örülünk, hogy a ráják errefelé úszkálnak. 1984 óta búvárkodunk velük, és amikor ennek híre ment, több magazinban is azt írták, hogy itt a legjobb az éjszakai búvárkodás az egész világon. Nem számít, hányszor merülök alá, az éjszakai búvárkodást nem lehet megunni. Egy rája is elég ahhoz, hogy remekül szórakozzon az ember. A lányok nagyon ügyesek voltak. A felszínre érve az emberek 99%-a azt mondja, hogy ez volt a legklasszabb dolog, amit valaha csinált. Még a szexnél is jobb. Ez volt az első éjszakai búvárkodásom. Őrületes volt. De jó ég! Csodálatos élmény volt. Szavakkal nem lehet leírni, hogy milyen fantasztikus a bikini túra. Éme a következő modellünk a napfényes Kaliforniából. Michelle Goulet. Michelle Goulet-nak hívnak, és eredetileg ugyan Indiánában születtem és nevelkedtem, de jelenleg Corona del Mar-ban élek, Kaliforniában. Nemrég részt vettem egy IFBB testépítő versenyen. Megkaptam a profiknak járó igazolványomat. Tavaly bejutottam a döntőbe is. Profi vagyok bikinis fitnessben. Ez volt a nagy célom. Sose hittem volna, hogy a végén ideáig jutok. Kitűztem magamnak egy célt, és egyre messzebb és messzebb jutottam. Egy 30-as éveiben járó anyukának ez igenis nagy dolog. Szeretem az ilyen kihívásokat. Yeah,
Már több mint egy évtizede dolgozom együtt Casey Bennettel. Ő pontosan tudja, hogy kell fényképezni. Tudja, hogy tud életre kelteni a lencsén keresztül. Szexinek érzem magam, amikor vele dolgozom, és ő készíti rólam a legjobb képeket. Nem is kívánhatnék nála jobb fotóst. Csodálatos volt megint vele dolgozni. Már olyan 12-14 éve fényképezem Michelle-t. Én voltam a Hawaii Entropic producere, és én készítettem a fényképeket is. Akkor találkoztam vele először. Azóta fitness modell lett belőle, azért ilyen izmos. Úgy néz ki, mint egy hawaii lány, úgyhogy ideális volt a mostani forgatáshoz. Leginkább azt élveztem, amikor a lávamezőnél forgattunk. Tökéletesen illett a környezetbe, mert olyan szép, mint egy Hawaii. Egy fémes ruha volt Michelle-en, ami kiemelte a sötét haját és a fekete sziklákat. Gyönyörű volt. Kona meg úgy egész Hawaii nagyon békés. Nincs még egy ilyen hely a bolygón. De nekem a legjobban az itt létünk alatt mégis a kalandjaink tetszettek, amelyeken részt vettünk a lányokkal. Még rengeteg látnivaló van itt. Sose fogom elfelejteni mindazt, amit itt átéltünk, de még nagyon sok mindent nem láttunk. De a legeslegjobbak a ráják voltak. Az első nap egy távoli tengerparton forgattunk, amihez elég sokat kellett gyalogolnunk. Volt ott egy kis tavacska pálmafákkal, meg egy sziklával. Tökéletes volt az összeállítás és a megvilágítás, úgyhogy csodás képek készültek. Aztán forgattunk a vulkánnál is, ahol a lányok mögött folyt lefelé a fortyogó láva. Nem volt könnyű eljutni oda, sétáltunk vagy 8 kilométert, és mindenkinek toppon kellett lennie, hogy tökéletesen sikerüljenek a felvételek. Szerintem fantasztikusak lettek. A helybéliek ajánlották ezt a tengerpartot, úgyhogy eljöttünk ide. Egy kicsit be volt borulva, szinte bármelyik pillanatban elkezdhetett volna esni az eső, de Isten megkönnyörült rajtunk, és egy csodálatos naplementében forgathattunk. Káprázatos, amikor a nap alábukik a felhők mögött. Egész nap szinte alig ért el hozzánk a fénye, de mire ideértünk, tökéletes volt. Nézzék, milyen szép. Erről álmodtunk. Rengeteg élményben volt részünk. Az egyik este elmentünk rájákkal búvárkodni. Együtt úsztunk a delfinekkel, voltunk evezős szörfözni. A kenuzást is kipróbáltuk, sőt, még helikopterrel is körberepültük a szigetet. És közben leszálltunk a vulkánnál, meg utána egy mezőn is, hogy csináljunk néhány képet egy közeli vízesésnél. Gyönyörű képek készültek a legkülönbözőbb helyeken. Elmentünk Iuaúba is. Nem tudom, mi mást lehetne még itt csinálni. Szerintem mindent kipróbáltunk. Nagyon sokat sétáltunk, több száz kilométert. Nulla fáradt vagyok. Véget ért egy újabb csodálatos nap Hawaii-n, és elérkezett az idő, hogy mi is elbúcsúzzunk. Találkozunk a Bikini Túra következő állomásán. Végre olyan lehetek, mint Angelina Jolie. Aloha! Tudjátok, szerintem az a rája biztos hím volt, mert végig flörtölt velünk. A magyar változatot az AXM megbízásából az SDI Media Hungary készítette.